természetesen csak egy vicc, nyilván nem. Egy órakor kellünk, viszont azért egy kicsit felborult a rend. Szóval az az igazság, hogy amikor hazajöttünk Brazíliából, és még nagyon az elején volt ez az egész koronavírus dolog, akkor elkezdtem újra edzeni, nyilván amikor egy ilyen utazásra elmegyünk, akkor kicsit kimarad az edzés, kicsit kimarad a mozgás. Viszont ahogy hazaértem, minden nap elkezdtem mozogni, minden napra volt valami mozgás. Eddig. What a wonderful world. What a wonderful world. Jézus. Ezt nézd! Ez nagyon para. Gyere, figyelj, megnyitom. Figyelj. Ez és nyisd meg, zárd el, és rezegni fog minden. De az is rezeg, izomból nyisd meg. Nem akarom, nem én akarom tönkretenni. Nem, ne, próbáld. Izomból nyisd meg, és zárd el rögtön. Várjál. Mehet. Hallod? Nem, én tudom milyen. Mi? A mosógép áll le, mert nem kap elég vizet, miközben te fullon megnézed a izét. Ja. A nyomnyomást értem, ha ezért. What a wonderful world. Visszatérve, a lényeg az, hogy végre elkezdett újra egy rendszer lenni az életemben, azért tényleg mindig felborul minden egy utazás után, főleg egy hosszú, kéthetes utazás után, nem is tudom utána, amikor voltam ilyen hosszú úton. Aztán rá pár napra pedig bejelentik ezt az egész koronavírus dolgot, ami tényleg így 10 nap után, ugyanis most vagyunk a 10. napon körülbelül a házi karanténban, ezt hívhatjuk így a 10. napnál nagyon felborít dolgokat bennem. Tehát mi alapjában, mivel Barnival tényleg betartjuk ezt a házi karantén dolgot, szerencsére Vácon itt van kert, ugye ennyire ki tudunk menni, illetve a legszükségesebb dolgok miatt kimegyünk a házból is, de összességében tényleg minden nap itthon vagyunk. Bazd meg! What a wonderful world. Szóval az az igazság, hogy azt kell mondjam, hogy én így magunkra, magyarokra abszolút büszke vagyok, ugyanis szerintem nagyon jól betartjuk ezt az otthonmaradási dolgot. Oké, fenn a neten anyagok, amikor tényleg az öregeket látjuk, hogy mindenhova kimennek, és pont most, amikor tényleg nem szabadnak kimenni, ezzel egyetértek, de bármikor, amikor boltba megyünk, ugyanis vagy boltba megyünk, vagy pedig néha egy-egy fotót csinál a Dunaparton, de tényleg mi is igyekszünk otthon maradni, és amikor kimegyünk bárhova, akkor mennyi? És amikor kimegyünk bárhova, akkor tényleg nagyon-nagyon kevés emberre találkozunk. Autóból is nagyon kevés van, a Dunaparton is alig van ember. Úgyhogy szerintem ez tök pozitív. Ami felborult bennem, az az étkezés nagyon. Össze-vissz az eszek, mindig máskor jövök ilyes. Tehát nincs egy olyan, hogy reggel fölkelek 7-8 körül, éhes vagyok, eszek, utána dél és kettő között ebédelek. Semmilyen nincs, össze-vissz az abálok. Amikor hajnal 3-ig nem tudok aludni és 10-kor kelek. Van, amikor elalszok korábban 8-9-kor, akkor is 10-kor kelek. Szörnyű. Alapjában véve a ház 3 részre lett elosztva. Mi van? Tess! Rakok zenét, ha mire van, az kész vagyok mehetni. Tényleg? Zsia. Ja. 5 perc. Menj már innen. Alapjában éve 3 részre van elosztva a lakás. Van az én szobám, már mutattam az előző videóban egyébként, de most már beállt a rend. Van az én szobám, ami így néz ki. Itt szoktunk PlayStation-ezni, itt szoktam aludni, itt szoktam nagyon fontos és érdekfeszítő videókat nézni többek között. Ezt majd jó dugjátok el, hogy rá ne lépjetek a sportolás közben. Nem kell aggódnia annak, akinek nincs otthon step lépcsője, semmi probléma. Jövőben 3 dolgot szoktunk csinálni Barnival, így a mindennapokban. Az egyik, hogy vágunk, amit éppen Barni is csinál itt a szobájába. Ezt megöllek. Szóval Barni éppen megépént, tehát jól berendezkedtél. Hát otthon ilyet maradjunk annyiban. Vagy kaját csinálni, amit én nem szoktam, maximum szendvicset, és főzni, azt se én szoktam, hanem a Barni. Szóval, hogy a konyhába tevékenykedni. Én amúgy 4 dolgot szoktunk. A harmadik az, hogy videót szoktunk csinálni, vagy TikTokra, vagy Instára, vagy hát képet csinálunk, nagyon képet most nem tudunk hol csinálni, de hogyha a csinálunk is, akkor nem megyünk maximum a Dunapartra, gyorsan megcsináljuk és jövünk is haza. Vagy pedig kockolunk.
Na most viszont egy új csapattal bővült a tegnapi napon egyébként a kis házi karantén squadunk. Nem Ábellel, Ábel valahol a Balatonra elköltözött, úgyhogy ő nincs itt. Viszont Atti, akit már régi videóimban láthatatok, úgy döntött, hogy ide költözik hozzánk. Hűha! Barney! Gyere már, ezt látnod kell! Ez fárasztott? De ne... Most ne hagyd abba! A lényeg, hogy most ne hagyd abba! Ne hagyd abba! De nem úgy volt, hogy nem lett benne a videó. Na most már benne lehet. Várj, akkor most találkozunk a Már itt lehet. Ja, igen. Barney, képzeld, Atti ide költözik. Na menjünk a pit. Na hát, az a helyzet, hogy úgy döntöttünk, hogy mivel nagyon unatkozunk, egyébként Atti ide költözött. Van még itt lent egy szoba, már ezt mutattam nektek. Szóval Atti ott fent tud aludni. Itt lent úgyse csinál semmit, mert ha bármit csinálunk, akkor fent kockulunk. Mentettük, hogy mivel jön a jó idő, és mivel sehova nem mehetünk, és nem csináltunk semmit. Beülök az autóba. Ezért úgy döntöttünk, hogy indokolatlanul, de veszünk egy pingpongasztalt, amit felállítunk a kertbe, és tudunk pingpongozni. Milyen a karantén? Jaj, de zavarba lett a kis csaj. Unalmas? Nem lehet semmit csinálni. Milyen a házi, ilyen itthoni tanulás? Hát, egy szobában az. Igen? Aha, túl sok. Meg a fogalmazás, úristen. Miért, ez nehéz? Igen, és túl sok. Ahhoz viszont, hogy idehozunk egy pingpongasztalt, két dolog kell. Először is egy kocsi, amiben befér a pingpongasztal, úgyhogy anyuminknak az egyik céges dobozosát, ami itthon van, azt most elvisszük, és azzal fogjuk elhozni a pingpongasztalt. Ezen kívül, ami nagyon fontos, készfertőtlenítő. Ötletem nincs arra, hogy ekkora kocsival emberek, ilyen szállító cégeknél, akik sofőrök, hogy tudnak parkolni. Hát nem, amúgy megoldottam. Mehetünk! Na srácok! Hallod, ez ocsmányabb, mint az én billentyűzetem. Ez egy munkáskocsi, tesó. Ez egy munkáskocsi, tesó. És a billentyűzetem mi? Munkás billentyűzet? Igen, nem, dolgozom. Ez pornós, undorító billentyűzet. Adjatok fel, nem tett léci. Az fújjad. Ez. Nem is szoktam már fürdeni. Ki ez a jó Pali? Fúj. What a wonderful world. Most a jó, Atti. Geniális. Valami kaját nem adsz nekünk? Hát valami... Inni? Hozzászok. Mehetünk? Ne, Barney, ez nem baj. Nem, ez pont jó. Azért vettük. De nézd, az se. Forgós. Menjünk PUBG-zni.